Molnár Levente gitártanár az Egyesült Államokba koncertezett. A Kerény György Művészeti Iskola pedagógusa társaival fellépett Indianapolisban, Chicagóban és Madisonban. Én a Kerényi Művészeti Iskolában 2019 óta tanítok. Most ebben a tanévben jelenleg 22 tanítványom van, ebből ketten B-tagozatosok. A B-tagozat az kicsit nagyobb óra hosszúsággal jár. Miért választják a fiatalok a gitároktatást? Én azt hiszem, hogy a rádióban, meg úgy amúgy az általános zenei életben nagyon sokszor találkoznak a gitárral, leginkább a könnyű zenében, de pont mostanában többször találkoztam olyan tanítvánnyal, aki direkt kérte, hogy ő klasszikus gitározni szeretne. Ön mióta foglalkozik gitárral? Tehát mikor kezdett el? Mikor kezdtem el? 2004-ben. Tehát most már annak is egy jó ideje. Igen, igen. Volt olyan akár eredménye, vagy fellépése, amire büszke, amit érdemes megemlíteni? Hát a Tritónusz gitár trióval most nyáron játszottunk Indianapolisban, Chicagóban, Madisonban, az Amerikai Egyesült Államokban. Hát erre én elképesztően büszke vagyok, hogy két barátommal, Szurgyi Gergővel és Varga Bálinttal mi ilyen nemzetközi színvonalú produkciót tudunk nyújtani. És hogy jutottak ki az Egyesült Államokba? Egyrészt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, másrészt 2019-ben mi megnyertük a Guitar Foundation of America kamara versenyének az első helyét, és ezzel járt az, hogy visszahívtak minket a következő eseményre. Hát ez a járvány miatt 2022-re tolódott. Mit játszottak az Egyesült Államokban a közönségnek? A közönségnek? Hát a szokásos repertoárunkat, szóval volt benne régi zene, ami egészen régi, akár középkori zenét is jelent. Volt benne barokk zene, és itt muszáj megemlítenem, hogy játszunk egy átiratot Joseph Nicolas Pancras Roaye francia barokk csembalistától, egy egészen extravagáns darabot. Tudtommal ezt csak mi játsszuk a világon gitártrióként. Játszottunk spanyol zenét, Isaac Albeniztől, játszottunk, klasszikus zenét játszottunk. Műsorunkban Molnár Levente gitározik. Juan Encina, Mária énekjeiből fogok előadni, Sárközi Gergely átiratában. Thank you.
Az Egyesült Államokban komoly sikereket ért el barátaival Molnár Levente. A darabválasztás mellett különleges előadásmódjuk tette sikeressé a turnét. Nagyon nyitottak voltak mindenre, örültek a darabválasztásoknak is, és hát a visszajelzések alapján nagyon élvezték az előadásmódunkat is. Mi a barátaimmal kifejezetten törekvünk arra, hogy a koncertjeinken legyen egyfajta ilyen felemelő érzés. Szóval nem csak az elmélkedés, hanem inkább egyfajta felszabadultság érzés is legyen. Indianapolisban a gitárosok voltak a közönség, szóval itt az amerikai gitár alapítványnak ez az éves rendezvénye volt, ez a közönség volt. Chicagóban a helyi magyar közösség szervezte nekünk, vagyis hát az ő segítségükkel szerveztük a koncertet, így aztán ott sok magyarral is találkoztunk. Madisonban. Egyébként szintén egy magyar gitáros segítségével szerveztük meg a koncertet, de a madisoni gitáros társaságnak a közönsége jött el a hangversenyünkre. Hány napot töltöttek a tengeren túl? Igen, 2 hetet. Tehát egy eléggé hosszúra nyúlt. Egy kis városnézés, ez is belefért azért? Hát nagyon sietnünk kellett, szóval ott ilyen fél nap volt, vagy éppen csak pár óra volt, hogy este Chicagóba körülnéztünk, akkor ott egy kicsit le is szittak minket, hogy ott talán nem este érdemes kuricálni. És milyen tapasztalatokkal tértek haza, mi az, amit át tudnak majd a fiataloknak itt adni akár, hiszen ő említette, hogy gitárosokkal is találkozott, játszottak is amerikai gitárosok előtt. Milyen tapasztalatai vannak? Az a tapasztalatom, hogy a klasszikus gitárnak van közönsége, van közössége, és hogy ebbe érdemes becsatlakozni, sőt, kicsit nagyobb távlatokban a klasszikus zenének is ugyanolyan nagy közönsége van, és ez egy igazi érték, és ez egy olyan érték, amit a világon bárhol megértenek és szeretnek. Miről fog szólni a tanév? Tehát az oktatás mellett lesznek-e mondjuk koncertek, hallhatunk-e csornai fiatal gitárosokat itt a városban? Csornai fiatal gitárosokat? Hát meglátjuk. Ahogy haladunk a tanévben a darabokkal, a tanítványokkal, úgy tudjuk igazítani. De azért van pár betervezett dolog. Én tavaly elindítottam egy olyan hangversenysorozatot, hogy fél évente egy gitárkoncertet tartok. Itt egyébként a Kerényi iskolának a hangversenytermében. Az első koncertet Varga Bálint barátom tartotta, és a második koncertre a Győri Széchenyi István Egyetemnek a hallgatóit, gitáros hallgatóit hívtam el. Most Isaac Albeniz, Asturias, vagy Leyenda, ez a két cím.